Azt hittük, hogy az internacionalista bolsevizmus, kommunizmus szellemét sikerült már száműzni a magyar politika, közélet világából. Vadai Ágnes ismételten bebizonyította, hogy nem, itt van közöttünk ez a szellemiség, ez a magyar gyűlölő, magyar ellenes bolsevik szellemiség, csak jelenleg báránybőrbe bújt farkasokként a nagy összefogás keretében a Gyurcsányféle balliberális tábor egy picit a szőnyeg alá söpörte a magyar ellenességét, de azért Vadai Ágnesből néha még felszakad az a fajta magyar gyűlölet, amely a 90-es éveket, vagy akár a 2000-es évek elejét uralta. Ezzel találkozhatunk akkor, amikor Vadai Ágnes megint egy kis magyar gyűlöletre használja fel azt a tényt, hogy Maros Szentgyörgyön a magyar adófizetők támogatásával 264 millió forintból egy jégpályát avattak fel, és ezt hangulatkeltésre használja fel Vadai Ágnes. Nagyon érdekes és jellemző, hogy Vadai Ágnes azért nem háborog, hogy 100 milliárd forintba került a magyar adófizetőknek például eddig a migráció, vagy hogy például finn szakemberek számításai szerint egy Európai Uniós adófizetők számára egyetlen egy szomáliai migráns 300 millió forintba kerül az élete során, és mondjuk egy iraki migráns kerül körülbelül annyiba, mint ez a jégpálya Maros-Szentgyörgyön. Hadd hívjam fel arra a figyelmét Vadai Ágnesnek, hogy hány erdélyi vagy határon túli elszakított területekről származó magyar nemzetiségű és magyar állampolgárságú válogatott sportolónk van, akár nem csak jégkorong, hanem labdarúgás, vagy éppen a kézilabda sportágokban is, tehát sokkal jobban megtérülő befektetés mondjuk egy sport létesítményt támogatni az elszakított magyar területeken, mint mondjuk egy szomáliai migránst ugyanennyi pénzből támogatni, de hagyd mondjak az elmúlt évekből olyan fölösleges kiadásokat, amelyek esetében nem hördült fel ugyanígy Vadai Ágnes vagy a Gyurcsányféle balliberális ellenzék, amikor például a magyar kormány 5 milliárd forinttal támogatta Ugandát, vagy 400 millió forintból épített iskolát vagy kórházat Nigériában. Olyankor valahogy Vadai Ágnesnek nem jut eszébe, ahogy idézem a szavait, ahogy ő fogalmazott, a Romániából Magyarországra ömlő mocsok, ami nyilvánvalóan ennek az uszításnak, ennek a magyar ellenes hangulatkeltésnek a retorikai része volt, amikor mocsoknak nevez gyakorlatilag szinte mindent, ami úgymond Romániából jön, de egyébként az sem tűnt fel neki, hogy nem csak Románia, hogy ő fogalmazott, bár gondolom, hogy Erdélyre gondolt uszítása közben, hanem Ukrajna, tehát Kárpátalja felül is érkezik a Tisza, az már neki nem tűnik fel, mint ahogy az sem tűnik fel, hogy nyilvánvalóan azt a mocskot, azt a szemetet, amit a Tisza hoz magával, azt jellemzően nem magyarok dobálják be, nem magyar nemzetiségű, magyar állampolgárságú emberek dobálják be a Tiszába, hanem más nemzetiségű emberek. Nyilvánvalóan, hogyha kiderülne, hogy történetesen erdélyi cigányok dobták be mondjuk a hulladékot a Tiszába, ami aztán mondjuk Szolnoknál vagy Szegednél beleütközik a mi csónakunkba, akkor Vadai Ágnes biztosan nem hördült volna fel. Ez semmi más nem volt számára ez a lehetőség, mint hogy belerúgjon a magyarságba újra azt a szellemiséget, amit 2004. december 5-én már megtapasztalhattunk, ami csak és kizárólag arra irányul, hogy megbontsa ezt a nemzetet, magyar ellenes uszításra használta fel ennek a műjégpályának vagy jégkorong csarnoknak az átadását. Ezért a Mi Hazánk mozgalom azt követeli, hogy távozzon, takarodjon Vadai Ágnes és az egész csapata a magyar közéletből, mondjon le a parlamenti mandátumáról, vagy nyilatkozzon arról, hogy milyen nem magyar nemzetiségű emberek szavazataival nyerte el a mandátumát, kiknek az érdekeit képviseli. A Mi Hazánk mozgalom továbbra is azokat az állami kiadásokat tartja feleslegesnek, amely nem magyarokat támogat, amely Nigériában akar kórházakat építeni, vagy ugandai fejlesztéseket támogat. Mi minden magyarok támogatására irányuló befektetést bárhol a Kárpát-medencében a jövőben is támogatni fogunk.